Egy 4 tagú orvoscsoport indul ma útnak Uganda keleti részébe, hogy segítséget nyújtson az ottani embereknek. A Magyar-Afrika Társaság már 10. alkalommal küld hasonló orvosi segítséget az arra rászoruló országokba. A részletekről Fábián Barna kérdezi a Magyar-Afrika Társaság elnökét, Balogh Sándort. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, elnök úr! Ön is a társasággal tart. Mikor indulnak ma? Jó napot kívánok én is. A mai délután 3 óra környékén indulunk a budapesti repülőtérről, ahol egyébként sajtótájékoztatót is tartunk majd, arra az 1 hónapos útra, amiben 3 orvos és 2 kísérő megy majd Kelet-Ugandába, egy olyan területre, ahol sem kórház, sem egyéb gyógyítási lehetőség nincs, hogy segítsen az ottaniaknak, hisz Afrika ugyan változik, de mint ahogy a háttérképeken is látszik, azért még rászorul különböző helyeken segítségre. Én is láttam ezt a térképet, ugye Ugandába mennek most, de hát voltak már Kenyában is, csak itt, amit hirtelen a szomszédban látok, de 10 afrikai országban segítettek már, sőt segítenek most is. Hány embert érnek el? Hát az eddigi 9 orvosi misszióban több mint 200 orvost utaztattunk, és vittünk el különböző országokba, Kongón, Malin, Gíneán, Mauritánián keresztül, és közel 30 000 beteget gyógyítottunk, ennek jó része gyerek volt, hisz a gyerekek azok, akik legkiszolgáltatottabbak ezen a vidéken, és ők azok, akiknek a gyógyítása nincsen megoldva, sőt, egész odáig elmerészkednék, hogy sem a szülők nem tudják, hogy például egy kiszáradással küzdő lázas beteget, vagy lázas gyereket hogyan kell megóvni attól, hogy ebből komolyabb baja származzon. Sajnos voltak olyan eseteink, ahol az orvosaink ezek között haltak meg gyerekek, épp azért, mert későn értek hozzánk, későn értek az úgynevezett fa alatti kórházba, tehát a bokor kórházba, hisz ezeken a területeken nincsenek épületek sem, nincsen semmilyen olyan lehetőség, ahol gyógyítani lehet, ezért egy-egy nagy fa alatt szokták az orvosok fölállítani az asztalukat, a sátrukat, és ott végzik ezt a tevékenységet hosszú-hosszú órákon keresztül, hisz amikor a betegek vagy a falusiak, a környékbeliek meghallják, hogy orvosok érkeztek, akkor hosszú tömött sorokban van, amikor több ezren sorakoznak föl, és van, amikor az utolsó nem is jut aznap sorra, hanem másnap azzal kell kezdeni, hogy a sort megszakítva visszajönnek azok, akik valamilyen betegséggel küszködnek, hisz itt azért rengeteg betegség van, olyanok is, ami Magyarországon már évtizedek vagy évszázadok óta nem ütötte fel a fejét, milyen férgességtől kezdve egészen a lepráig, tehát ez egy két célú vállalkozás, az egyik, hogy meggyógyítsuk azokat az embereket, akik másképp nem jutnának ehhez a módszerhez, és megtanítsuk, ahogy mondtam, a szülőket kis rajzos ábrákkal, hogyha úgy érzik, hogy lázas a gyerekük, akkor adjanak neki vizet. Nálunk ez egy triviális dolog, de ott még egyáltalán nem. A másik célja pedig ezeknek a misszióknak az, hogy azokat az orvosokat, akik ez iránt érdeklődnek, kiképezzük ilyen értelemben, tapasztalatot szerezzenek olyan betegségekben, amik itthon már nem fordulnak elő, de mégis előfordulhat, ugye, mint ahogy az ebolánál is, hogy valaki felül valahol egy repülőgépre, és úgy száll le itt, hogy ez itt elterjedhessen. Ezt a gyakorlatban ma már itthon nem lehet megtapasztalni, ezért visszük az orvosokat többször, és többen is vissza is mennek, hogy ezeket a tapasztalatokat megszerezzék. Szlávik János főorvos ura, Szent László kórház infektológusa volt nemrég a vendégünk, és ugyanezt mondta, hogy a virológus, aki ugye a trópusi betegségekkel foglalkozik, csak a helyszínen tudja megtapasztalni, hiszen ott tudja, hogy milyen tünetek vannak, mert nálunk már ilyen rég nincsen. De fölmerül a kérdés, hogy ilyenkor az orvosok nincsenek veszélyben? Hát nincsenek veszélyben, hisz azok a betegségek, amelyek tényleg fertőzőek lehetnek, az ellen nekünk védőoltásaink vannak, illetve az orvosok tudják, hogy mik ezeknek a tünetei, hogyan kell kezelni. Azért itt nem vészes fertőző betegségekről, nem eboláról van szó, hanem olyan dolgokról, amelyek a higiénia hiányából, a tiszta víz hiányából fakadnak. Erre is gondoltam én, de hogy mi a szomszédos Kenyában, ugye hát most háborús helyzet van, erre is gondoltam. Éppen hát nyilván Ugandában nincsenek most ilyen körülmények. Természetesen mindig figyelünk arra, hogy a biztonságot valamilyen módon garantálni tudjuk. Itt is az ugandai állammal és az ugandai hadsereggel karöltve védelme lesz
orvosainknak, sőt volt olyan, amikor a kongói, rucsurui menekült táborban végeztünk többször ilyen munkát, ahol az ENSZ katonák felügyelték az orvosok munkáját, hisz ott az ENSZ tartja fent a rendet Kongóban, hisz még mindig ez Afrika egyik gennyes góca, amiből nagyon nehéz lesz majd kikászálódni. Elnök úr, ilyenkor az országok hívják meg önöket, vagy önök látják úgy, hogy itt meg itt van szükség arra, hogy orvosok menjenek oda? Alapvetően több helyen tartjuk fenn a kapcsolatrendszerünket, és ahol éppen valamilyen segítségre van szükség, vagy valahol valamilyen menekült tábort hoznak létre, vagy valamely államtól, vagy az állam valamely szervezetétől, akár mondjuk egy helyi királytól, itt Ugandában jelen esetben így van, kér tőlünk segítséget, akkor mi erre megpróbálunk rászervezni. Természetesen az anyagi és fizikai lehetőségeink nem végtelenek. Ki biztosítja egy ilyen kiutazásnak, bocsássok meg, hogy közbevágok, az anyagi hátterét? A kiutazás anyagi hátterét a tagjaink adományai biztosítják, a tagdíjak és a befizetések, de az orvosok önmagukban is szoktak magukat támogatni, vagy maguknak támogatót hozni. Természetesen minden orvosunk ingyen vállalja ezt a missziót, és a mi társaságunknak az a feladata, hogy az ottani ellátásukat biztosítjuk, hisz nem kérnek érte semmit, mi megvásároljuk a repülőjegyet, és az ottani ellátás, mozgatást, különböző logisztikát mi biztosítjuk. Például gyógyszereket is visznek. A gyógyszereket is mi biztosítjuk, vagy helyben vesszük meg sokszor, hisz azért a helyi gyógyszerek ott vannak, lehet, hogy drágábbak, de nem kell foglalkozni abban, hogy logisztikai kérdést csináljunk belőle. A sok kiló a repülőn, a bevitel, ezeknek a adminisztrációja, a bürokráciája most már talán sokkal nagyobb, mint egyszerűbb sokszor pénzt vinni, és ott helyben a helyi gyógyszerárusoktól ezeket megvenni. Balogh Sándor elnök úr, nagyon szépen köszönöm, és hát délután majd még kapcsoljuk önöket az indulás előtt. Én köszönöm szépen, hogy itt voltam.